Most, hogy elkészültünk az összes kérdéssel, tehát a kréta és mükkéni szakaszban itt vannak a kérdés csoportjaink, kategóriáink, és benne a kérdésbe, állítsunk össze a gyerekeknek egy tesztet. Visszamegyek a kurzusba, és tevékenység hozzáadása. Teszt. Oké. Ez most egy számonkérő teszt lesz, de természetesen, hogyha időben elkészültem volna, akkor akár ezeknek egy részeit oda tehettem volna az oldalakhoz, gyakorló tesznek, csak azokra a kérdésekre válaszolni, és a végén egy számonkérés során pedig egy ténylegesen egy, akár egy jegyért megadhatom nekik ezeket a kérdéseket. Adok a tesznek nevet, Kréta. Adok egy leírást. Itt szépen megneveztem a tanulóknak azt, hogy melyek azok az olvasni valók, amelyek kitölthetik a tesztet, és akkor így gyakorlatilag megadtam nekik elsőre minden ismeretet. Időmérést nem kapcsolom be, viszont az a nyitott próbálkozások leadása automatikus, azt beállítom. A ponttal nem foglalkozom, az elrendezés, azt minden kérdést új oldalra kérek, a kérdés viselkedése, halasztott visszajelzés, ez azt jelenti, hogy a teszt lezárása után fogja csak az eredményét megtudni. Ellenőrzési lehetőségek, itt látjátok, a próbálkozás alatt nem kap visszajelzést, csak közvetlenül a próbálkozás után, de ezt is megoldhatod, hogy itt ebben az esetben kiveszed azt, hogy ne tudja meg a helyes választ, ha több próbálkozást is engedélyezel neki, olvasson egy kicsit például a pontokat, illetve ezeket megkapod. A globális visszajelzésről majd később beszélünk. Később, amíg a teszt elérhető, ez fogalmam nincs mikor, vagy mire vonatkozik. Megjelenés az, hogy hány tizedes pontra kapja az eredményeket, az összes többi, a korlátozás, tevékenység teljesítése, ez viszont érdekes lehet, hogy a teljesítést mondjuk csak akkor jelölöd, hogyha a tanuló a tevékenységet megtekintette, illetve osztályzatot kapott. Ez abban az esetben nem működik, hogyha esszékérdést kértél a tesztbe, ami azt jelenti, hogy azt neked kell pontozni, nem tudja a számítógép automatikusan pontozni. Ha előírsz minimális osztályzatot, tehát itt a pontnál, például az alapértelmezetten 10 pontra szokta a pontozást adnia, és arra számítja le az összes kérdést, akkor mondhatod, hogy mondjuk 8 pontot el kell érnie, mondjuk legalább 3 próbálkozásból a tanulónak, és mondjuk adod neki a legmagasabb pontot, a legmagasabb próbálkozást, akkor rákényszerítheted, hogy csak akkor kapja meg a befejezett, illetve a tevékenységet, akkor jelöli befejezetnek a teszt, hogyha háromszor megpróbálta, magyarul addig, amíg el nem érte a 8 pontot, addig nem fogja jelölni neki befejezetre ezt a tesztet. És módosítások mentése, visszatérés a kurzushoz. Ekkor nincs kész a teszted, hanem csak létezik a teszted. Ha most megpróbálsz belépni, akkor azt látod, hogy kérdezi, hogy mi legyen, nincs hozzáadva a kérdést. Teszt szerkesztésére kattintasz. Itt látod, hogy 10 pontot fog adni maximális pontként, és itt lehet a kérdéseket hozzátenni. Hozzáadás, és mivel nekem a kérdéseim úgy lettek kategorizálva, hogy nyugodtan adhatok véletlen kérdéseket, ezért megkeresem a Kréta és Mükéni egyes rész kategóriáit, és sorban ide rakom, hogy milyen sorrendben akarok neki kérdéseket föltenni. Tehát például először adok neki mondjuk párosító kérdést. És az 5 kérdésből egyet fogok feltenni. Aztán újabb véletlen kérdést, de most nem a párosítók közül, hanem
mondjuk legyen a festészeti kérdés. És a három kérdésből szintén egyet fogok feltenni, a véletlen kérdések száma címszóval. Aztán újabb kérdés, véletlen kérdés, és így tovább. Szépen kiválogatom a kérdéseket az egyes részekből, és meghatározom, hogy hány kérdést akarok egy-egy szakaszból hozzáadni. Most, hogy minden kategóriából választottam egy-egy kérdést, mert nagyon sokkal többre nincs rá lehetőségem, hoppá, de hogy nem, még van egy, a fogalmak közül egy kiegészítő kérdést még nyugodtan feltehetek neki. Ekkor tehát 8 kérdésem van, összességében minden kérdésnek ugyanannyi a súlya, ha itt megnöveled a súlyát a kérdésnek 2-re, akkor ez azt jelenti, hogy ezért 2-szer annyi pontot fog felszámolni, 10-re számolva átlagosan az elérhető pontszámot. Ha itt összesen 80 pontod van, akkor is itt 10-re fogja számolni. Ha itt 8 ponton van, és ide 100-at írok, akkor 100-ra fogja beskálázni az adott pontokat. Most már készen vagyok a teszttel, innentől fogva a Kréta-Mükéni számonkérésem készen van. Még egy dolgom van, határidőt szabni a csoportoknak, csoport felülírásai, felülírás hozzáadása, a 9A osztálynak 30-a és 22 óra 30 perc lesz a határideje ennek a tesztnek a megoldásának. 8 kérdés van, adok nekik erre a 8 kérdésre mondjuk 15 percet, és a próbálkozások számát haradom 3. Mentés, és a 9B osztálynak, egy másik felülírásban csak a dátum, mert nekik 31-e, de nekik csak holnap kapcsolom be, méghozzá mondjuk 12 órakor. Így 12 órától érhetik el, ma még nem tudják megcsinálni. És mentés, hiszen most még van házi feladat. Ezzel készen vagyok a teszttel, innentől fogva gyakorlatilag ezt fogom oda tenni nekik, mint feladatot a leírással együtt a Krétában.